Egyetlen vezető hiányzott az uniós 28-ak közül a brüsszeli csúcson. Boris Johnson a szavazás miatt nem vett részt a megbeszélésen. Az újraválasztását megkönnyebbülve fogadták Brüsszelben, hiszen így lezárhatják a bizonytalanságot. Abban bízunk, hogy az új brit parlament a lehető leghamarabb megszavazza a kilépési egyezményt. Ez nagyon fontos, és mi készen állunk a következő lépésre, mondta az Európai Tanács elnöke. A következő lépés a jövőbeli kapcsolatokról való megegyezés lesz. A tárgyalások megkezdését jóváhagyta az Európai Tanács. A szakítás ellenére mindenki szoros kapcsolatot szeretne a jövőben a Szigetországgal. A brit barátainknak és szövetségeseinknek egy egyszerű dolgot üzenek. A mostani választáson megerősítették a 3 évvel ezelőtti döntésüket, de nem hagyják el Európát, mellettünk maradnak, és mi is önök mellett leszünk, mondta Emmanuel Macron francia elnök. A német kancellár szerint új lendületet adhat Európának a Brexit. Ez azt is jelenti, hogy a küszöbünknél lesz egy versenytársunk, aki meg akarja majd mutatni a világnak az erejét. Ez pozitív hatással lehet ránk, mondta Angela Merkel. A cseh miniszterelnök viszont csalódott. Johnson győzött és kilépnek, ez nem jó hír Európának, mondta Andrej Babis. A Brexit tervezett dátuma január 31-ére esik.